Nem szokványos kép fogadja a Franyó kiállításra érkezőket a Szatmári Múzeumban. A kiállító terem padlóján papírból készített mini fák felkiáltó jelként figyelmeztetik a látogatókat a környezetvédelemre. A művész a bennünket körülvevő természet tudatos pusztítására hívja fel a figyelmet. Alkotásai elkészítéséhez kidobott bútorokat és megégett fákat is felhasznált. Párizsban összeszedtem azokat a bútorokat, amiket kidobtak a szemétbe, ami tulajdonképpen egy ilyen bútordarabhoz legalább egy 60 cm átmérőjű fát kell kivágni, ami pár év után ott végzi a szemétbe, és gondoltam, hogy eképpen rehabilitálom az erdőt, tehát a kidobott bútordarabokra visszafestettem az erdőt, vagy pedig a tájföldön a tűzből kimentett fára visszafestettem azt a fát, ami volt eredetileg. Az alkotásokat meg is vásárolhatják a művészetbarátok. Franyó Átót a bevétel felét a Mátészalkai Területi Kórháznak ajánlotta fel, mivel sok szállal kötődik a szatmári városhoz. A harmadik alkalommal állít ki itt a Szatmári Múzeumban, és hát nagyon jó baráti kapcsolatokat ápol Mátészalkával, mátészalkai lakosokkal, a Képes Géza általános iskolával, és hát nagyon sok művészetbaráta, művészet szerető emberrel itt Mátészalkán. A mai kiállítás egy teljes komplett kiállítás, amelyet a művész nem is Párizsban, hanem téli szálláshelyén Tájföldön alkotott. Franyó Átót kiállítását június 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Szatmári Múzeumban.